Az emberi méltóság és az emberi közösség szétválaszthatatlan. Felföldi László apécsi egyházmegye püspöke tartott előadást legutóbb a vármegyeházi esték keretein belül. Ezt a rendezvénysorozatot a Tolna megyei kormányhivatal indította el még 2016 márciusában, és közel 7 év alatt csaknem 40 különböző előadást tudtak megszervezni. Fontosnak tartjuk, hogy mindenféle kulturális és zenei területről, illetve különböző területekről hívjuk meg előadókat, hogy minél színesebbek legyenek ezek a programok itt a Vármegyeházán, és püspök úrnak az előadását most az advent előadásához, az advent közelette adta az apropót. Szeretnénk rávilágítani ebben az időben a közösség fontosságára, a közösség erejére, szerepére az egyén életében. Az előadásra sokan kíváncsiak voltak, meg is telt a Vármegyeháza díszterme. A megyés püspök az egyik legaktuálisabb kérdésről beszélt. Azt mondta, a jövő az emberi méltóságon és a közösségekben való létezésen múlik. Bár nagyon összetett egy-egy emberi sors, mégis vannak olyan dolgok, amit mindenkinek szem előtt kellene tartania. Hitvesek kapcsolatán nyugszik egy családtitka. A kapcsolaton a gyermek szeretet élménye és a szülők egymás iránti szeretete. Neki az a biztonság, az az erő. Tehát erre kell figyelni. És a másik a közösség. Az élet keresztje, az élet küzdelme elviselhetetlen egyedül. Elviselhetetlen szűk közösségben. Minél nagyobb közösséghez tartozom, látom ennek a valóságát is, ahol nagyobb családi közösségek, nagyobb családok igazán összetartanak, rendszeres kapcsolatban vannak, stabilabbak a házasságok, boldogabbak a családok, és derűsebbek a hétköznapok. Kiemelte azt is, hogy a beszélgetés az egyik legfontosabb eszköz. A püspök elmondta, nagyon nehéz tanácsot adni, hiszen minden ember különböző, de azt kívánja, hogy mindenki találja meg az adventi készülődésben saját életének, kapcsolatainak a biztonságát és az örömét. Hiszen ettől fog az ünnep valóban kiemelkedni a hétköznapokból, és megmutatja majd az élet értékét, gazdagságát.